Now turn up. Üdv mindenkinek, sziasztok, és még mindig szombat. Láthatjátok, nem tudom, hogy lesznek föltöltve a részek, de szerintem ez fölmegy egy kis Hyundai-nek az utolsó befejező része, és utána jön ez a Mil Germani gépezet, amelyet ugye most megnézünk, hogy amelyet Istvántól kaptam többek között, ugye többet magával, inkább így mondom. Köszönöm szépen, István. És hogy miért is pörög túl ez a gépezet egy kicsikét. Nekem úgy tűnik, hogy egy kicsit alapjáraton kéne módosítani. Tudjátok jó, hogy nem vagyok egy szakember, alapjárat beállítás, meg pláne mikor karburálni kell. Én is Asperger kábéra beszoktam lőni ezt a jó, nem vacakolé, most mennyit pörög, 3000-et, vagy 3001-et, vagy 2-t, vagy mit tudom mennyit pörög alapjáraton. Fűre belőlem körülbelül, hogy megy ezt a kész, nem vacakolok. Láthattátok a vett karburátor, mondjuk az valamilyen szinten be van lőve szerintem, ahhoz se nyúltam hozzá, az úgy, ahogy volt, szépen ment vele a kis Hyundai-om. Úgyhogy, hát ha nem tudok ezzel mit kezdeni, valamint beállítás, nem tudom, hogyan vannak, nem is bántottam, hogy őszinte legyek. Annyit csináltam most, hogy föltettem rá lapot és láncot, hogy egy szép fotót tudjak róla csinálni az indexképhez, és azóta is volt figyel úgy, és öntök bele benzint, aztán nem tudom, hogy akkor mit is akarok én ezzel mondani, hogy kicsit, számomra kicsit pörög a gép. Lehet, hogy más is észrevette, vagy más sem. Fene se tudja, de nekem egy kicsit gyanús, tehát nem szép pattogósan jár, hanem egy kicsit túl van pörgetve a masina. Hogy mitől? Csak egy egyszerű karburátor beállítással meg lehet ezt oldani, és vagy esetleg valahol falsol a gép, vagyis onnét kap többlet levegőt is, azért inkább pörög. Franc se tudja, tudom, sokszor nem hülyeséget magyarázok, de hát figyeljetek, én már csak ilyen vagyok. Aztán ennek tudom be ezt az egészet, hogy vagy a karburátort kell állítani, vagy valahol farsol a gép, aztán azért pörög ennyire. Na, öntünk bele benzint, most megint ismételten ezt megpróbáljuk beindítani, jó? Na, itt is van akkor a gépezet, látható. Mellett a kis flaskám. És akkor öntünk bele egy kis anyagot. Természetesen ezeket a burigákat nem ezzel vágtam le. Ugye ez még tiszta originál, ez még száraz gép, valamint tiszta, szép tiszta pormentes gépezet. Volt egész idáig, még én kezelik, kézügyben nem veszem majd. Na, akkor figyeljetek! Öntünk bele naftát. Itt tudom én, egy ennyiből már kell induljon a gép. Ugye én minden mi a fenéből kiburogatom a benzinem. Én minden használat után a zöldből is kiburítottam. Most annak a benzine van ebbe, a kis Hyundai-ból is kiszedtem. Mert minek bele? Polcol, nem kell már bele benzin. Na! Akkor ezen van még félgáz, szivató, gyújtás, és akkor kicsit átkasztjuk, aztán egyet pöffent is. Jaj, megint majdnem a gyújtás kapcsolat húztam le. Szivató vissza. Most hallottátok, ezt akartam, azért megpörgettem egyszer-kétszer, talán mondom, visszabeáll, de hát nem állt be. Úgyhogy megnézzük a karburátort, jó? Hogy mennyire van bedurran belőve, aztán hát, ja, hát ha kicsit okosabbak leszünk, várjatok. Jó, ott van benne, olyaj, megérni hozzáférni a csavarokhoz, nem mindegy, talán azért hozzá lehet férni valamilyen szinten. Mindjárt hozom a, hát valamilyen kis csavarhúzót keresek elő, aztán megnézzük, hogy esetleg mit tudunk vele kezdeni. Vagy az alapjárati csavaron kéne állítani, vagy pedig a H, illetve az L csavaron megpróbálunk tekergetni.
Oké, nem, ki is hoztam két csavarhúzót, a kis állító csavarhúzómat, meg egy fáziskergetőt. Hát ez is jó kis vékonyka csavarhúzó, úgyhogy ezzel is esetleg tudok állítani. Na, első körben ugye a hengerhez közelebb lévő csavar az mindig az L csavar. Ugye azzal, hát ha megtalálom a fejét, akkor nagyon jó lesz. Most nem tudom, rajt van-e, fogalmam nincs. Az a baj, nem látni nagyon rá. Majd megpróbálom a fáziskergetővel. Hát, ha az kisebb, jobban beleakad a... Aha, ez megakadt. Na most ugye... Hol van? Jó. Megpróbálunk betekerni rajt, jó? Hogy mennyire volt kitekerve. Ez egy. Kettő. Három. Jaj, rossz fej tekertem, sorry. Na mindegy, betekerjük totálba. Itt akar meg, elég jó ki volt tekerve így is, mert kettőt tekertem, vagy hármat tekertem, hülye voltam, kifelé tekertem persze, és befelé is egy hányat tekertem. Na mindegy, figyeljetek, kihúzom, akkor egy teljes fordulatra, így, és a hát, hol a hát? Itt a hát, most ez befelé tekerem, remélem. Jaj. És húzott róla, bakkerban. Egy. Egyre volt, ez egy egészre volt kitekerve. Na jó, őt is visszatekerjük egy egészre. Úgy, és akkor most próbálunk egy indítást, jó? Simán gyújtásra adom. Én úgy érzem, még gyorsabb, mint a volt. Na de, hol van ez a... Az alapjárati csavar. Itt van. Tehát ezzel operálunk egy picikét, jó? Beindítom. Ez már nem tetszik neki, látjátok? Hát, figyeljetek, akkor itt mi a franc van? Azt nem akarom én, hogy ennyire ki kell tekerni, be kell tekerni az alapjáratit. A hára adok még egy kicsit kifelé, egy felet. Aha, el se indul. Akkor visszatolunk az alapjáratra. Tökéletes. Még esetleg az alapjáratiból lehet visszavenni egy picit.
Szerintem jó lett. Györi itt egész nap. No kérem, hoztunk ide egy kisebb termetes rönköt. Óvég is csak fenyő, meg száraz is. Úgyhogy megpróbáljuk akkor ebben mit muzsikál ez a Mill Germani. Lappal, lánccal, tehát eredeti laplánc. Próba. Jó? 25-ös átmérő, igaz, hogy száraz. Száraz fenyőtönk. Ezt ne kérdezzetek, hogy miért csinálta, fogalmam nincs. Mutatta, nem tudom, látjátok, hogy jönnek ki a hangyák, a hatalmas, ekkora hangyák jönnek ki a fából. Úgyhogy, ja, érdekes, ezeket ki kell nyírni, emberek. Köszönöm szépen, akkor ennyi lett volna ez a Mill Germaninek a tesztelése. Szerintem vissza fog még térni, mert én azt mondom neked, nektek nem az igazi. Még ez a gép, valami a sánt itt. Valami látható, hogy a 2-3-szor meghörkent, úgyhogy... Nem tudom, majd a karburátorját megnézzük, jó, de most nem akartam rá kitérni, nem akartam túl hosszúra nyújtani ezt a kis teszt videót, úgyhogy ennyi lett volna a hangyák, tehát befújtam, úgyhogy nem szeretném, hogy itt elszaporodnának, tudjátok, jó azért, szóval szétrágják a garázsomat. Ezek bekészülnek a fába, az rég a dalnak. Hát, ezek szétrágják a fát. Na, közben már nyanagyokat nyelek, úgyhogy még az előző videómból maradt egy kis öblögetni való, úgyhogy ezzel majd elbúcsúzom itt nektek. Na, én azt mondom, hogy jó kis pörgős gép, beállítást igényel, de lehet, hogy valamiért véres a torka. Valami nekem nem tetszik ebbe a gépbe. Lehet, hogy csak nekem nem. Ha észreveszitek, akkor majd így is észreveszitek, akarom mondani, hogyha meghörkent közbe-közbe, tehát amikor leállt menet közbe. Nem is öntöttem bele benzin, volt benne benzin, annyi bőven, utána sem öntöttem, annyi, hogy kicsit 2-3-at egy szivatóval indítottam, még egyet azt a elkapta. Onnétől kezdve ment a gép, nem tudom, fogalmam nincs, de valamikor majd lehet, hogy egy kicsit átnézzük, jó? Jobban a karburátor részét, hogy esetleg nem-e falsol valahol ez a gépezet, mert furcsa egy picit. Na mindegy, nem az a lényeg. Istvánnak nagyon szépen megköszönöm, láthatta a tesztvideót róla, úgyhogy
Ennyi lett volna egyelőre, aztán majd valamikor esetleg még egyszer visszatér, jó? Addig is mindenkinek a legjobbakat, csákány, sziasztok, és egészségetekre!